Ali papi, oppi, poppi, zsíros deszka vagyok, és megint csak az uborkákról fogunk. Nem megyünk el ettől a témától. De majd lesz már másféle videó is, csak gondoltam, hogy minden egyes növénynél, amire úgy kitérek konkrétan, azt úgy végig vezetem veletek, hogy ténylegesen ti is ugyanolyat úgyse fogtok tudni összehozni, mint én. Mert azt izomból kell csinálni. Nem azért, mert más az éghajlatot nálatok, más a talaj, amiben dolgoztok, más tápanyagokkal dolgoztok, stb. Tehát két ugyanolyan növényt felnevelni két különböző helyen nem lehet. Még ugyanazon a helyen sem lehet, még itt sem lesz ez és az ugyanolyan, de hasonlóak lesznek. Na mindegy, de gondoltam, hogy picit úgy végigmegyünk, és a kommentekből, a felmerülő kérdésekből készítek egy-egy videót. Ma a kötözésről fogunk egy picit beszélni, és a kérdés egyébként az volt, de picit bővebben ki fogok térni a kötözésre, hogy hogyan erősítem a köteleket, hova kötözöm a köteleket alul. Na most a helyzet az, hogy én úgy, ahogy van önmagában oda. Itt a kötelünk egyébként, mindjárt kitérek arra is, hogy miért ilyen lapos, kicsit vastagabb lapos kötelet használok, de először is nézzük meg, hogy hova kötözöm ide az uborkára. Na most ennek van előnye is és hátránya is. Az előnye annyi, hogy nem kell szarakodni, hogy ide-oda kötözgélem, hanem egyszerűen ide a tövére. Egy egyszerű csomóval kötözöm rá, amit meg láthatjátok, hogyha itt meghúzok, akkor kiengedi magát egy csomó, tehát ezt most milyen csomónak hívják. És ezt is úgy lazán, lengén nem szorítom el, tehát arra figyeljünk oda, hogy ne gyilkoljuk le az uborkát. Ez még vastagodni fog is a szára, tehát ténylegesen, ha ide nyugodtan a kettő közé be tudom még dugni az ujjamat is, amint láthatjátok. Tehát ilyen nagyon laza csomóval felkötözöm, aztán szépen viszem fel, és ahogy növekszik, viszem fel. Na most, amire még itt ki szeretnék térni, hogy itt vannak ezek a kis kapaszkodó szárak, amint láthatjátok, ez így pöndörödik is, és ezek hát azért vannak rajta, hogy bele tudjanak kapaszkodni mindenhova. Az ember azt hinné, hogy csúj, de jó pofi, de igazándiból én leszoktam őket szedni, mivel hogy belekapaszkodnak az uborkába is önmagába, és az uborka, hát igen, megkínozzák egyik az, másik az, hogy kinézetem sem lesz jó. Így azért ott, ahol már végigkötöztem, láthatjátok, hogy egyetlen egy kapaszkodó szál sincs rajta, itt majd még most fogok menni, és itt van, tehát ezeket így, ahogy van kötözésnél, csak így leszoktam csippantani, nem kölyde, nem kölyde, így megy a levesbe. A másik fajta variáció az lehetne egyébként kötözésnél, tehát hogy ez azért jó, mert egyszerű, tehát úgy, ahogy van, rákötözöm a szárára, és ez tartani fogja. A másik variáció az lehetne, hogy ide például mellé, itt van a gyökere, ide mellé beszúrnék valamit, arra kötözöm fel a kötelet, és ja, fölülre kifeszítem, és arra tekerem rá az uborkát. Na most hát egyik az, hogy macerásabb is, mert le kell szúrnom valamit, pluszba a takarításnál is, ugye azt ki kell majd szednem, összegyűjteni, stb. Tehát igen. Ennek az előnye annyi, hogy egyszerű, rámegy az uborkára, és minden oké, ez melegházban így oké. Viszont szabadban nagyon nem tudnám ajánlani, mivel hogy ha jön egy erősebb szél, akkor szabadban egyáltalán nem nagyon tudom javasolni ezt a kötözős módszert. Tehát ott inkább karózzuk. Tehát a karót azt nem fogja dobálni a szél se jobbra, se balra. Rá erősítjük ugye az uborkákat, és minden okéba lesz. Ennél viszont az a helyzet, hogy itt felül a drótokra van ugye felfeszítve, van itt egy drót, végig van feszítve, és erre vannak felkötözve. Na most, hogyha itt jön egy szél, akkor ugye elkezdi rángatni automatikusan a kötelünket, és az uborkát is, hogyha nagyon brutális a szél, akkor kirángathatja tövestől a helyéről. Tehát Ha viszont, tehát ezt hozzáteszem, hogyha én kint csinálnám, és mindenképpen kötözni szeretném, nem pedig karózni, mert azért ezt egyszerűbb eltakarítani, meg önmagában összehozni is, akkor viszont úgy csinálnám meg, hogy ténylegesen mellé szúrnék valamit, és elég spiccesen kifeszíteném a felsőt és az alsó közé a kis kötelemet, és arra
nem tekerve, hanem hát ezekkel a kapcsos megoldásokkal hoznám fel az uborkámat, de viszont itt vagyunk a melegházban, itt, hogyha túl nagy szél van, akkor általában leszoktam csukni az oldalsó nyílásokat, a fenti nyílásokat már nem lehet lecsukni, mert szétcsapta hát volt az a brutális tájfun, és ez a ház már olyan állapotban van, hogy ugye beszéltem az egyik videóban is róla, rohadsokba kerülne meggyógyítani az egész házat, és marad így, ahogy van. Így is tudjuk még egyelőre használni, csak ilyen felül most így beesik az eső. Amint láthatjátok, itt nem, ott viszont már vizes, ott esik be az eső, felül nyitva van, szétszette a vihar. Így néz ki felül, csak hogy azért úgy képbe legyetek, ott még van fólia, itt ki van szakadva például, ott is ki van szakadva, ott van rajta egy lyuk, tehát hogy ott jön be az eső, és az egészet egyébként az a vihar, amit láthatjátok, hogy itt is csöpög befele az eső, az egész tetejét úgy, ahogy van, félrevitte, tehát ennek igazániból itt kéne, hogy legyen, tehát az egész megcsúszott arrafele volt a szél egyébként, tehát brutális, ott nem tudom, hogy lehet látni, hát innen rohadtul nem, de mindegy, ott lehet látni, hogy megvan, hogy mondják ezt, megcsuklott az egész, hogy úgy mondjam. Na és itt van, tehát itt is szét van szakadva, ott is szét van szakadva, ott is szét van szakadva, tehát így szépen valahol még ott maradt a fólia, valahol meg nem, ott is ott végig szét van szakadva, tehát így jártunk. És még egyszer mondom, nem csak a fóliát, tehát hogyha csak a fóliát kéne kicserélni, akkor még én is megcsináltam volna. Nem egy nagy kunc, nem egy nagy feladat, viszont nem csak a fóliát kéne kicserélnem, hanem a nagyon sok mindent. És nem csak a tetejét, ahol megcsuklott, hanem már önmagában a ház olyan régi állapotban van, például, hogyha megnézzük ezt a kis fém rudacskát, totál rozsda az egész, és nagyjából nagyon-nagyon sok helyen ugyanez a szituáció, tehát ez már hány éves ez a ház? 50 körül? El tudjátok képzelni, na mindegy. Térjünk vissza az uborkákra, tehát kötözés az így házon belül, tehát melegházon belül így szuper jó, hogyha jön a szél, akkor még az oldalát tetom. Csak fölülről azért annyira nem jön be, hogy lefele is szétrángasson minden, tehát az oldalsó nyílásokat még tudom nyitni, csukni, és hát igen, ezt kívül viszont így nem játszanám el, azt hozzáteszem, tehát ennyit azért tartsunk fejben. A másik fele az, hogy például itt van pont egy ilyen kis vékonyabb kötél, ilyen vékonyabb olyan köteleket, amikre úgy alapjáraton csak ránézünk, és azt mondjuk, hogy hát ez azért úgy bele tudna vágni, tehát ne olyan vékony damélszerűségeket használjunk, ami bele tud vágni igazániból az uborkába, mivel hogy az ténylegesen szét fogja vágni az uborka palántánkat. Tehát én azért használok ilyen kicsit slendriásabb, lazább kis, hát ez egy ilyen műanyag kötél, ilyen lapos, és ja, kicsit olyan puha, vágjátok, feltekerem rá, ehhez nagyon nagyot kéne húznom ahhoz, hogy szétvágja az uborka palántákat. Tehát mivel hogy rá tekerjük őket, így aztán majd későbbiek folyamán, hogyha elkezd ugye teremni, akkor a saját magától, a súlyától is ugye feszülni fog a kötél, és a feszességtől, ami majd húzni fogja, attól, hogyha nem ilyen lágyabb, zsengébb kötelet használunk, akkor konkrétan bele tud vágni, el is tudja vágni úgy, ahogy van a palántánkat, ami viszont nem jó. Tehát, hogyha valaki kötözni szeretne, akkor használjatok nyugodtan egy kicsit ilyen szélesebb, lazább, puhább, joppi-poppit vágjátok, hogy miről van szó, nem kell túlragoznom szerintem. Na, nagyjából a kötözésről ennyit, aztán arra is, hogy oké, hogy miért hagyom vissza, tehát amint láthatjátok, ez így vissza van hagyva. Itt egyszer megkötözöm fölül, így nézünk ki, tehát föntről jövök, és hagyok rajta, vissza szoktam hagyni egy olyan jó métert, másfél métert. Ez azért van, mert amiután felnőtt az uborka akkorára, ahova van kötözve, utána az lenne a variáció, hogy ne tovább, és annál sokkal-sokkal nagyobbra nyúlik, és ilyenkor azt szoktam, hogy leengedem, tehát ilyenkor itt kikötözöm,
leengedek belőle, nem tudom, egy fél métert, visszakötözöm, és megint tudom felfele tekerni. A lenti része az meg le fog feküdni a fóliára, és olyankor általában már a lenti terméseket leszoktam szedni, de nagyon sokszor még marad azért ott is, stb. Tehát mondtam, hogy a lenti terméseknél az a hátrány, hogy sárga lesz az alja, de egy sárga aljú uborka az még mindig jobb, mint nem uborka. Tehát, hogyha totál letakarítanám, hogy jó, nehogy sárga legyen, úgyhogy levagdostam az összeset, akkor az is veszteség, ugyebár. Tehát, amik lenn vannak, annak sárga az alja. Azt általában úgy szoktam, hogy többet, tehát úgy szoktuk általában, hogy hát ilyen 5-6 uborkát árulunk bizonyos összegért. Összeget nem szeretnék mondani, mert teljesen más az ország, mások a megélhetési körülmények, stb. De ugyanazért az összegért, hogyha sárga az alja, akkor ráteszek nem... Ez is szezontól függ, valamikor 4-jel kezdjük egyébként, még a korai szezonban, aztán ugyanabban az árban 5-öt ráteszünk, és 6-ot, 7-et néha is, amikor már úgy megy lefele az ára az uborkának, és olyankor viszont a sárga aljúakból majdnem, hogy dupláját szoktam, tehát hogyha a 4-jel kezdjük, akkor teszek rá nagyjából 6-ot, 7-et, azért a dupláját nem, mert smucig a zsíros, de teszek rá 1-2-vel többet, és akkor megveszik az emberek, nem érdekli őket, hogy sárga az alja ízben egyébként ugyanazt, tehát nem kell megijedni, nem arról van szó, hogy más lenne az ízük, csak ott mivel, hogy nem kapnak napot, így aztán besárgul az alja, ahol le van, tehát ahol fekszik ugye a talajon. Na most itt is azt nem tudnám javasolni, hogyha valaki nem fektet le fóliát, akkor tegyünk alá vagy egy kis szalmát, vagy akár kartonpapírt, vagy bármit, hogy ne közvetlenül a földdel, a talajjal érintkezzen. Még a talaj, hogyha egyébként száraz, akkor még nagyjából belefér, de egy nedves talajon viszont hát vagy el fog rohadni, vagy pedig a bogarakat fogja az alulról, tehát a talajból a bogarak fognak jönni és megrágcsálják. Oké, még az is belefér, tehát az se fog változtatni az ízén. Egy otthoni fogyasztás, az ember ott ugye levágja, ahol megrágcsáltak a bogarak, de elvinni, eladni, azt már viszont nem megtehető. A mi esetünkben. Nagyjából szerintem ennyi. Ja, még valami. Az uborkánál nagyon-nagyon fontos az, hogy minden egyes nap tekerjük felfele. Tehát minden nap hozzuk felfele, kipróbálhatjátok nyugodtan. Nagyon-nagyon gyorsan nőnek, amint láthatjátok, a múltkori videó óta mennyit nőttek. És az uborkánál az a helyzet, hogy amíg a paradicsom egy picit úgy engedékenyebb, tehát a paradicsomot, hogyha elfelejtetted kötözni, nem tudom én, és nőtt egy olyan 50 centit, és elkezd már úgy kifele hajolni, stb. Onnantól is még nagyjából vissza tudod hozni, tehát egy picit hajlékonyabb, engedékenyebb. Az uborka viszont nem, tehát az uborka, hogyha elkezd kifele nőni, akkor nagyon-nagyon gyorsan eltörik a szára. Tehát amikor vissza szeretnéd hozni, akkor hallani fogsz egy hangot, egy ilyen recsenést, és annak vége. Tehát utána viszont mást nem fogsz tudni csinálni, csak a mellékhajtást hozod majd tovább, megvárod, amíg kijön a mellékhajtás, és oda kezded el majd feltekelni, onnan folytatod felfele. Időben veszteséget fog jelenteni. Ja, onnan is ugyanúgy lehet felfele hozni, nem lesz vele sok probléma, csak hát igen, később fog teremni. Tehát figyeljünk oda arra, hogy mindig szépen legyen felfele tekerve. Én minden egyes nap kijövök, és nőttek egy ennyit. Ja, naponta azért. Ja, de amikor már úgy bemelegszik, akkor tényleg naponta nőnek ennyit nyugodtan. Most egyelőre még egy ilyen, belefér az, hogy 2 naponta megtekerem őket, de itt vagyok minden nap, megnézem. Van amelyik egyébként csak úgy a széllel is, hogy nyitva van az oldalsó nyílás, bejött egy kis szél, megrángatta őket, és amit feltekertem, az meg kitekerődött, úgyhogy azt vissza kell ugye passzolni, de legyetek ott a kertben minden nap, nézegessétek a zöldségeket, és akkor sok gond nem lehet, az tuti. Na jó, köszönöm, hogy megnéztetek a videót, egy lájkot, hogyha megért, akkor pancsoljatok oda nyugodtan, aztán kérdezgessetek még a kommentekben, hogy miről lenne jó videót látni. Sziasztok!